BMW Bytes. Sziasztok, ez itt a BMW Bytes, azaz a BMW falatok március 24-i adása. Mostantól hetente néhányszor, néhány percben a legfontosabb és legizgalmasabb hírekről, véleményekről és popkulturális pillanatokról kaptok beszámolót úgy, ahogy azok megtörténnek. Harapjunk is bele! Misha Collins visszatérhet az új tulajdonos kereső CW-ra. Az odaát közkedvelt angyala 12 évet töltött el a népszerű sorozat harmadik karaktereként, most pedig Gotham egyik védelmezőjéből válhat a rossz fiúvá. Misha Collins ugyanis Harvey Dent, azaz két arc szerepébe bújhat a Gotham Knights című produkcióban, aminek semmi köze nem lesz a számítógépes játékhoz, legalábbis a hírek szerint. Egyelőre még csak a pilotot rendelték be a produkcióból, de amennyiben a CW sorozatot rendel be, úgy ebben sem láthatjuk majd Batmant, hanem Bruce Wayne meggyilkolásától sújtott Gotham Cityben fog majd játszódni a történet. Lázadó nevelt fia szövetséget köt Batman ellenségeinek gyermekeivel, amikor mindannyiukat bemártják a köpenyes lovag meggyilkolásáért. Mivel Gotham olyan veszélyes, mint még soha, a szökevények csoportja lehet a város következő megmentője. A Gotham Knights, amelyet a Batwoman író trió, Chad Fivas, James Totarox és Natalie Abrams írt, a főszerepben pedig Oscar Morgan, Olivia Rose Keegan és Navia Robinsont láthatjuk majd. Misha Collins pedig így jelentette be Twitteren a hírt. Megkérdeztem, hogy a karakterem ezen verziója viselhetne mondjuk egy B-színű kabátot a szürke öltönye felett. Csak mert nem vagyok biztos abban, hogy anélkül kényelmesen érezném magam a kamera előtt. Viccelődött a színész Castiel figurának megformálásával, amivel 12 évadot töltött el. Ezzel a szereppel pedig Billy Davis, Tommy Lee Jones, Aaron Eckhart és Nicholas D. Agosto nyomdokaiba léphet. Külön érdekesség egyébként, hogy Batman 1968 óta, azaz nagyjából 54 éve nem kapott saját televíziós sorozatot, míg Superman minden évtizedben tiszteletét tette a kis képernyőinken a 90-es évek óta. Azóta azonban több olyan sorozat készült, ami Gothamben játszódott, vagy valamilyen szinten kötődött a legendás bűnös városhoz. Ott volt például a Gotham, a Titans, a Batwoman, a Birds of Prey, a Pennyworth és a közelgő Penguin, valamint Arkham elmegyógyintézet sorozat is. Mivel Metroid passzolt a Gotham Central című nyomozós sorozat ötletét az HBO Max számára, és Gotham Batman-nel egyenrangú főszereplője a denevér ember történetének, így szerintem lényegében ez a produkció bárhogy elsülhet, minden esetre ez a casting alaposan feltuningolta az elvárásaimat vele kapcsolatban. Új funkciókkal bővült az HBO Max. Igen, már itthon is. Az amerikai streaming óriás felületén mostantól 45 műsor esetében lehet választani véletlen lejátszás opciót, mely értelemszerűen random kezd el játszani epizódokat népszerű, általában komédia vagy animációs sorozatokból. Az HBO Max szerint ez a közönség egyik leggyakoribb kívánsága volt. A funkció nem újdonság, hiszen megtalálható már a Netflix, az Amazon Prime, valamint a Hulu repertoáriában is. Egyelőre még csak az asztali számítógépes felületen érhető el ez a funkció, és a teljesség igénye nélkül az alábbi sorozatoknál lehet kipróbálni, illetve válik majd idővel elérhetővé Magyarországon is. Ilyen például a Jó barátok, az Adventure Time, Chappell Show, Bátor a gyáva kutya, félig üres, Vészhelyzet, Bolondos dallamok, Mike és Molly, Reino 911, Agymenők, a semmi közepén, Office, Tom és Jerry, Képasi meg egy kicsi, Whose Line Is It Anyway, valamint a Kaliforniába jöttem. Mae Whitman lesz a Hulu musical sorozatának, az Up Here-nek a női főszereplője. Az egykori Parenthood sztárnak új produkciója a Tick Tick Boom és a Dear Evan Hansen írójától, Steven Levisontól és a Carmichael Showban látható Daniel Sanchez Wills-től fog érkezni, a Hamilton rendezőjétől, Thomas Kelly-től, valamint a Jégvarázs és a WandaVision dalszerző párosa Kirsten Anderson Lopez és Robert Lopez fognak felelni majd a dalokért. Az Up Here 1999 utolsó napjaiban játszódik New Yorkban. Egy hétköznapi pár, Lindsay és Miguel, rendkívüli történetét követi nyomon, amit egymásba szeretnek, és rájönnek, hogy a közös boldogság megtalálásának legnagyobb akadálya talán csak ők maguk, és az emlékek, rögeszmék, félelmek és fantáziák áruló világa, amelyik a fejükben él. Az Oscar-díjas Gina Davis kilépett a CBS egyelőre cím nélkül futó anya-fiú jogi dráma projektjéből, és helyét a szintén Oscar-díjas Marsha Gay Harden veheti át. A fiát Skyler Austin fogja játszani. A produkció munkálatai már néhány napja elkezdődtek, mikor Davis úgy döntött, hogy kiszáll belőle. Le is álltak a munkálatokkal, amíg nem sikerül új főszereplőt találniuk. Marsha Gay Harden legutóbb a Code Black című sorozat főszerepében volt látható, mely szintén a CBS képernyőjén futott. Gabrielle Union lesz az Apple TV-s Truth to be Told sorozatának harmadik évadának egyik főszereplője. Az Octavia Spencer főszereplésével készült True Crime podcasten alapuló antológia sorozat folytatja, hogy minden évben új szereplők csatlakozzanak Spencerhez. Az első évadban például Aaron Paul és Lizzie Kaplan volt látható, a másodikban pedig nem kisebb név, mint Kate Hudson ugrott be. Gabrielle Union egy középiskolai igazgatót fog életre kelteni.
Ezek voltak a legfontosabb és legizgalmasabb hírek az elmúlt 24 órából. Találkozunk legközelebb, addig pedig nézzetek minél több mindent. Popkultúrában nagyon gazdag hetet kívánok. Frasier has left the building.